De sajnos ez az erkölcsi világrend, ez ma már eltűnt. A csillagos ég az még fönt van felettünk, ugyanolyan biztonságban, mint ahogy Kant látta. De az erkölcsi világrendnek az általános eltűnése, és ez nem csak magyar, hanem globális értelemben is igaz, ez nyilván fokozottan sújtja az életbe belépő generációkat, mert ha valakinek szüksége lenne a csillagok okozta biztonságra, azok pont ők. És ők most benne vannak egy teljes idegenségbe, egy hátborzongató idegenségbe, ahogy Heidegger mondta, ahol nincs semmi fény, nincs semmi irány. És ez az, ami igazán sújtja őket, független attól, hogy a társamnak a napos vagy a árnyas oldalán élnek. Ez itt a Háttérben, nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, én Fekete Rita vagyok, a műsor szerkesztője pedig Jó Brodi. A fiatalságról, a fiatalokról és a függőségekről is fogunk beszélni ebben az órában. Nagy tisztelettel köszöntöm Csepeli Györgyöt, szociálpszichológust, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És Murányi István, szociológust, a Debreceni Egyetem tanárát, jó napot kívánok! Elítsuk. Ha a fiatalságról beszélünk, akkor mely az a csoport a társadalomban, amely a legsérülékenyebb, akár a fiatalságon belül, és a legtöbb figyelmet érdemel ma Magyarországon? Igen, hát van egy életkori határ, itt az István pontosabban meg tudja mondani, állandóan megy feljebb a határ, amíg még fiatalnak minősül valaki. Én most szerintem 0 és 35 közötti korcsoportról kell, hogy beszéljünk, tehát ez nagyjából behatárolja azt a populációt. A lényeg a kérdésére vonatkozóan az, hogy azért kulcsfontosságú ez a réteg, mert ugye ők a jövőnek a nemzedékei. A többiek azok mennek ki az életből, ők mennek be az életbe, és óhatatlanul a társadalmat feszítő ellentmondások, hogyha őket sújtják, akkor az a jövőjüket is veszélyezteti. És itt ezek sorában két dolgot kell megemlítenem, az egyik a növekvő társadalmi egyenlőtlenségek, amelyek sajnos szinte kasszerű különbségeket nyitnak a hátrányos helyzetűek és a előnyösebb helyzetűek között, és hát a hátrányos helyzetűek vannak sajnálatos módon többségben. És a másik egy nagyon érdekes dolog, amikről szerintem fogunk most beszélni, a lelki terhek, amelyek viszont keresztbe messzik ezt a társadalmi tényezőt. Tehát, hogyha a depressziót, a szorongást, a különböző lelki zavarokat nézzük, akkor tulajdonképpen nem látunk ilyen típusú kasszerű különbségeket, tehát akár szegény, akár gazdag, lelkileg lehet szegény és lehet gazdag. Ugyanez igaz, már ez utóbbi keresztben metszés, illetve az, hogy lényegében szétszóródik életkori csoportokban, sőt, státusz jellemzőknél is több tekintetben. Ez a Hunger Study vizsgálat felnőttek körében mutatta ki mindezt. Már ezt a kumulálódott, hát nevezzük úgy, hogy mentális és egészségmagatartást befolyásoló tényezőket, de ebben a korcsoportban, amit tanár úr említett, 30-35 évig terjedő, 11-40 éves kortól, az ott felerősíti azt a felnőtt státusz, vagy a felnőtt életkornak a jellemzőit. Én, amit feltétlenül kiemelnék, mint prózai módszertanos elsősorban, vagy módszertani munkákat végző, hogy az elemzések egyértelműen mutatják ifjúsági kutatásoknál, hogy ezek a szerfogyasztással, alkoholfogyasztással, különböző felnőtt társadalom által devianciának tekintett magatartásformákat kumulálódnak. Tehát egymást erősítik, és a csoportosításból azok az elemek, amelyek mentális, amelyek viselkedés, amelyek érték, amelyek normához kötődő devianciákat nevezzük így, jelentik, azok a legerőteljesebben vannak jelen. Én még két életmód dolgot még hozzátennék ahhoz, amit az István mondott, amit az Hunger Study mutat. Az egyik az aggasztó mozgáshiány. Tehát van egy érdekes ellentmondás, hogy miközben kultiváljuk ugye az olimpiát, kultiváljuk a nagy látványos versenysportokat, valójában a mélyben nincsen mozgás. Tehát a statisztikai adatok azt mutatják, hogy akár férfiakat, akár nőket nézünk, mozgásszegényen élnek. A másik dolog, ami persze összefügg ezzel, hogy meglehetősen túlsúlyosak, tehát különfajta evési problémákkal küzdködnek, ami azt jelenti,
hogy az élet esélyeik a jövőre vonatkozóan nyilvánvalóan rosszabbak lesznek, mint azoknak, akik egészségesen élnek. És ez azért nagyon fontos, mert itt kapcsolódik össze ugye a felnőtt és a fiatal, mert a felnőttek a modellt, azt ők szolgáltatják, és a fiatalok tulajdonképpen ezt leutánozzák. Tehát ilyen szempontból nem csak a dohányzás, nem csak a alkoholizmus, nem csak a szerfogyasztás, hanem a mozgásszegénység és ez a fajta, hát mondjuk úgy táplálkozási túltáplálkozás az, ami zavaró. Hát bevezetőként talán ennyit tudunk elmondani. De még a lelki terhekre hagyd kérdezzek rá, mert említette Csepeli György úr itt a lelki terheket. Ez miből tevődik össze? Ez családi problémák, vagy egzisztenciális anyagi problémák? Tehát olyan fiatalokat érint, akik mondjuk olyan térségben élnek, ahol ugye napi probléma az, hogy kijövünk-e a hó végén a fizetésből, és a többi. Tehát miből adódik ez össze? Ez egy remek kérdés. Tulajdonképpen az egész problémát ez a COVID járvány helyezte igazán fókuszba. Előtte is nyilvánvalóak voltak a különfajta lelki zavarok, csak ez oly mértékig megzavarta a társadalomnak a lelki háztartását, ez a COVID, a bezártság, a nemzedékeknek az egymással kapcsolatos gyanakvó attitűdje, a magányérzetnek a felfokozott kínja, hogy ez a fiatalokra rettetesen ártalmas következményekkel járt. A másik dolog, ettől bizonyos szempontból függetlenül, másfelől olyan értelemben függően, hogy a járvány felerősítette ezeket a hatásokat, hogy a különfajta vizsgálatok azt mutatják, ezek már nem szociológiai, inkább ilyen pszichoterápiás mikroszociológiai vizsgálatok, hogy borzasztó erős a családi hatás. Tehát úgy látjuk, hogy ami egy gyerekkel az élete első 1000 napjában történik, és az nyilvánvalóan nem belőle jön, hanem a környezetéből, az tulajdonképpen az ő későbbi korát mérhetően meghatározza. Tehát különösen a családi erőszak, a különfajta ilyen devianciák, amiket a István említett, viselkedéssel kapcsolatos, életmóddal kapcsolatos devianciák, ezekben borzasztó erős a családi meghatározottság, és ez egy intergenerációs meghatározottság. Tehát tulajdonképpen akár visszamehetünk a nagyszülőkig, vagy még korábban, ezt generációról generációra a hibás minta az öröklődik, és ezt megtörni, ez lenne az igazi feladat. És még kompenzálni azt a mikro, illetve makro környezetet, amely mindezeket a jellemzőket, tehát intergenerációs, illetve családi szűk rokonság körben áthagyományozódó problémákat még felerősíti. Ez egy nagyon komoly feladvány, és kérdés az, hogy ennek a megoldása az milyen stratégia, milyen szakpolitikák mentén történik. Ezek alapvető kérdések. És ne felejtsük el, rengeteg érdekes és hasznos kutatási eredmény, értelmezhető és releváns eredményeket produkáló elméleti és empirikus vizsgálat igazolja azt, hogy miért van az, hogy az, aki ilyen és ilyen háttérben vagy leszakadt területen, szociokulturális területen él, mégis miért támogat, vagy mégis miért próbál igazodni, alkalmazkodni ahhoz a környezethez, amit politikának hívnak. Beszéltünk akkor itt a mintakövetésről, és ha már itt tartunk, és említették a mozgásszegény életmódot, a kevés mozgást, illetve a túltáplálkozást, hogy ez is ugye egy mintából adódik, de ennek köze van, gondolom, ahhoz, hogy egészen más az életvitel, mint mondjuk több évtizeddel ezelőtt. Gondolok itt az ülőmunkára, arra, hogy esetleg ez a fajta ülőmunka jobban is megvan, akár fizetve, mint egy fizikai munka adott esetben. Ugye itt van a digitalizáció, a számítógépek, az okostelefonoknak a használata. Tehát ez egy összetett dolog, nem? Hogy a mozgásszegény életmód kialakult. Abszolút, abszolút mértékig ez a technológiai változás, amire utal a digitális átalakulás, nyilván nem csak a munkavilágát alakítja át. A járvány kapcsán láttuk egyébként, hogy a tanulás világát átalakítja, és itt megint egy sajátos hátrányforrásnál vagyunk, a regionális hátránynál, mert ott, ahol a digitális penetráció nem elég, ahol nincs digitális kultúra, ott nyilvánvalóan ez a kiesett időszak az tudás kiesést jelentett, nem lehetett hatékonyan tanítani. Ott viszont, ahol ezek a feltételek megvoltak, ott tulajdonképpen különösebb zavar nem következett be. Tehát valóban a digitalizációnak van egy olyan életmódot megváltoztató hatása, aminek következtében tulajdonképpen a hangsúly az a hogy mondjam, a,
a pszichikumra esik. Tehát nem én akarok mozogni a testemmel, hanem az elmém segítségével akarok mozogni, és erre a virtuális világ kiválképpen alkalmas. Ez megmutatkozik mondjuk a italfogyasztási szokásokban is, ugye az, hogy az alkoholizmus az meglehetősen elterjedt, bár meg kell mondjam, hogy bizonyos szempontból jók az adatok, mert csökken, ő tendenciát mutat. A dohányzás, ami szintén egy ilyen kicsit stresszoldó, az is csökkenő tendenciát mutat. Ami nagyjából stagnál, az energiaitaloknak a fogyasztása, a kávéval, a kólával együtt, amikhez képest az energiaital tulajdonképpen jóval kevésbé veszedelmes, de mindenképpen azt kell látjuk, hogy ennek a generációnak szüksége van stimulusra. És ez a stimulus, ez nem magából a testből, hanem ebből a virtuális világból adódik, amire utalt a kérdésében. Így igaz. Ha végignézünk meghatározó és divatos szerepjátékokat, már digitális, már a cyberspace-ben működő különböző szerepjátékokat, akkor az, amit az előbb tanár úr mondott, tökéletesen lefedi a kapott vagy nyert eredményeket, vagy megfigyelési következtetéseket, hogy abban a elképzelt valóságban zajlik ezen folyamatoknak a bizonyos tekintetben ott figyelhető meg, de ez a való világban, már nem abban a való világban, ott érezzük. Egy csoportot tudok mondani, ahol a valóságos világnak a kihívásai szinte leküzdhetetlen nehézségek elé állítják a szereplőket, ez a fiatal anyáknak a csoportja, akik ugye éretlenül vágnak bele a gyereknevelésbe, nagyjából 14 és 18 év közötti korban, ami nem tesz jót a gyereknek se, nem tesz jót nekik se, és leginkább nem tesz jót az ő saját jövőjüknek, mert nyilvánvalóan ez egy olyan leterheltséget jelent, ami kiiktatja őket a munkavilágából, kiiktatja őket a mobilitás világából. Most vagyok éppen egy ilyen projektnek a kellős közepén, és azt látom, hogy itt kellene ráhatni tulajdonképpen ezekre a leendő vagy valóságos anyákra, annak érdekében, hogy ne adják felfalatni a jövőt a pillanat öröme oltárán. Pedig ebben ez a fogyasztói társadalomnak egy kicsit pont ez az üzenete, nem? Hogy most élünk, és akkor most kell mindent beleszuszakolni, akár egy napban is. Hát látjuk, hogy az emberek állandóan rohannak, mindig történik valami, tehát egy picit ez az üzenete ennek a kornak. Ez biztos benne van, de akkor, amikor valaki 14-15 éves korában gyermeket vállal, akkor sajnos akkor másról is szó van, mert akkor tulajdonképpen egy ártatlan visz bele abba a helyzetbe, amiben nem biztos, hogy bele kellene annak kerülnie, mert ráérne 5-6 év múlva később is. Említette, hogy az első 1000 év mennyire fontos ugye a szocializációban. Ezer év az a társadalmak esetében fontos. Igen, tehát az első 1000 nap. Mi az, ami ilyenkor hat a gyermekre egyébként? Azt, hogy a szüleim hogy oldják meg a problémákat, az, hogy milyen hangulatban nevelkedek, az, hogy milyen otthon az atmoszféra, vagy mi az, ami hat rá? Hát tulajdonképpen egy szóról van szó, a szeretetről. Ebben a korban a szeretetre borzasztóan éhesek és borzasztóan fogékonyak a csecsemők, a biztonságra. Ilyenkor alakul ki bennük az az alapattitűd, már ha kialakul, hogy a világ az nem egy idegen, nem egy fenyegető, nem egy rájuk negatívan ható környezet, hanem egy barátságos világ, amiben érdemes belekerülni. És akkor, hogyha az anya nem gondozza kellő figyelemmel, vagy nincs ott a gyerek mellett, vagy elválnak a szülők, vagy bántalmazzák egymást. Tehát, hogyha egy olyan mikrokörnyezetet tapasztal a gyermek, aminek nem ő a középpontja, ahol esetleg azt látja, azt hallja, azt érzi, hogy rá voltak éppen nincs is igazi szükség érzelmi szempontból, még akár a szükségleteit ki is elégítik rendesen, ez a legrosszabb típus, amikor gondozzák őt technológiailag, de érzelmileg viszont teljesen elanyagolják. Tehát ezek a típusú ráhatások, ráadásul ezek nyelvelőtti időszakban következnek be, ezek hosszú időre megmérgezik a felnövekvést, és mint korábban mondtam, az ő gyerekeiket is bizonyos értelembe véve sújtja az a hátrány, ami őket érte ebben az 1000 napban.
Még visszatérnék az előzőekre egy lépéssel odébb, nem ezer év, csak egy lépés. Ugye említette tanár úr, hogy ez a 14-15 éves édesanyja relációt. Én egy kicsit odébb tolnám. 25-30, tehát még 30 közeli édesanyákról is beszélhetünk. Ugyanis maga ez a egy picit deformált hozzáállás a társadalomnak, hogy hát miért vállalod, vagy miért nem mész vissza dolgozni, ugye ez a sztereotíp megfogalmazás, hiszen neked miért esel ki a munkádból, neked dolgozni kell, és így tovább. Na most, nekem van egy egyelemű mintám, onnan tudom meg a barátai közül a visszajelzéseket és a történeteket, hogy másoknál is szinte megrólják azokat, akik mégsem mennek. Tehát az otthonmaradást választják? Az otthonmaradást. És próbálják azt, amit hallottunk az előbb, szeretetet adni, biztonságot adni, és azt közvetíteni. Az egyelemű, mint a lányom. De ma, ha kicsit még ezt a témát folytatjuk, ugye volt egy olyan generáció Magyarországon, akik már akár még az egyéves koruk előtt bölcsödébe kerültek, mert vissza kellett menni az anyának dolgozni, és ez a technológiai ellátás megvalósult, mert megkapták az ennivalót, kipelenkázták őket, de nyilván egy bölcsöde vezető néni, vagy egy bölcsis néni nem fogja tudni mindazt 10 vagy tudom, rábízott gyermeket olyan szeretetben részesíteni. Ezek, akik aztán fölnőttek és szülővé váltak, vajon hogyan tudták átadni ezt a kezdetleges, vagy a kezdeti életkorban fontos szeretetet a gyermekeiknek? Hát itt megint függ a család, mert ugye az a bölcsődében nem 24 órában voltak, csak nappal, hogyha este ez a fajta szeretetközpontú, odafigyelő magatartás érvényesült, hogyha hétvégén tapasztalták, hogy a szüleik azok tudnak örülni egymásnak, tudnak mosolyogni, tudnak vidámak lenni, akkor szerintem az ártalmak nem túlságosan jelentősek. Akkor viszont, hogyha szétesett családról van szó, ha egy toxikus családról van szó, plusz bölcsöde, ez a kombó, ez végzetes. Nem? Ja, igen, ez tökéletesen. Itt amire tulajdonképpen oda kéne figyelnünk, de ez teljesen hiányzik a köztudatból, vagy a közpolitikából, hogy az iskolában ugye tüsköd bogarat voltak éppen megtanulnak a gyerekek a NAT-nak a szellemének megfelelően, de életfontosságú, nem is annyira ismereteket, mint életfontosságú problémákkal nem szembesülnek, amelyeknek a lényege volna az, hogy megtanulják a tudatosságot, megtanulják a felelősséget, megtanulják azt, amit mondott, hogy nem csak egy napból áll a világ, hogy holnap az nem azonos a mai nappal. Azt meg kell tervezni, hogy az ne veszen kárba. Ez a fajta életvezetési tudatosság, ez tökéletesen hiányzik a nevelési tervből, és sajnos, mivel egyre nagyobb arányban vannak olyan családok, ahol szintén ez nem jellemző, ennek következtében ez a nemzedék, amelyről most beszélünk, ez nagy mértékben hát szétszórt és dezorientált, és valószínűleg így is marad. És nagyon természetesek azok a folyamatok, amelyek már elindultak, de tartok tőle, hogy csak erősödni fog, hogy a határok megszűnnek. Milyen határokra gondolod? Az országhatárok. Ezen fiatalok elit részének, ha használhatjuk ezt a csúnya szót, hogy elit. Nagyon sok egyetemistától, nagyon sok fiataltól hallom, akinél ott van a több diploma és a családi háttér, és ott van a megfelelő, anyagi megfelelő, képzettségi megfelelő, és így tovább soroljam tovább, amely a feltételét jelentheti annak, hogy boldogul ott, amit igazán nem szeretne a lelkemé. Ha devianciákra ráfordulunk egy picit, és ha függőségekről beszéljünk, akkor lehet-e látni fiatalabb korban, tehát egy korai időszakban azt, hogy a gyermek fogékony erre? Vagy egyáltalán, hogy akár veszélyeztetve van attól, hogy bárminek a függőségébe essen, és akkor ugye már felsoroltak itt egy pár dolgot, de maga a függőség, tehát az, hogy én odaadom a szabadságomat egy bármilyen függőségbe, tehát ennek vannak előjelei? A kérdés az nagyon jó olyan értelembe véve, hogy a
Igen, a szabadság hiány az, ami a függőséget kitermeli. Tehát korábban vesztem el a szabadságomat lélektani értelemben, mint ahogy odaadom a szernek, amely aztán engem magához láncol. És a kiinduló ok az minden esetben valamilyen hiány okozta stressz. Ez a hiány, ez lehet szeretett hiány, amiről beszéltünk, lehet egzisztenciális hiány, lehet valamilyen fenyegetettség, valami külső fenyegetettség, most sajnos éppen van a háború jóvoltából, és ez a stressz az, aminek a feloldására sok esetben a gyermek, vagy később fiatal nem talál más megoldást, mint hogy bemenekül valamilyen menedékbe. De ez a menedék sok esetben sokkal veszélyesebb, mint az a veszély, amely elől tulajdonképpen el akart volna menekülni. Tehát minden esetben a stressz az, ami közvetlenül kiváltja a függőséget, és a stressz meg a hiány váltja ki. Ezt tökéletesen alá tudom támasztani több kutatással, de legutóbb, amit említettem, ez a debreceni vizsgálat, ez olyan populációban történt, amelyek veszélyeztetett iskolákat, osztályokat jelent, a veszélyeztetettség jelenlévő függőségekről szólt, és az, amit az előbb hallottunk a tanár úrtól, én kitágítanám egyrészt a családi, és nagyon fontos a kortárs csoportnak a szerepkövetése. Tehát ez a menekülés menekülést mindkét faktor befolyásolja, és ne felejtsük el, ez a bizonyos iskolai millió, vagy az iskolai csoport, az sok esetben pótszer a családnak a képtelen működésének. Igen, és akkor itt van a kumuláció, ugye azoknak a halmozottan általános helyzetű csoportunk az esetében, ahol maga a lakóhely is olyan környezet, ami tulajdonképpen nem kínál reményt. Tehát nem csak a családi környezet van megterhelve zavarokkal, hanem a közvetlen környezet is, ugye akkor az kihat a kortárs csoportra, ott az iskola sem olyan minőségű, aminek kellene lenni. És sajnos azt kell lássuk, hogy ezeken a területeken, én ugye Borsod-Abba, Zemplén megyében elég gyakran megfordulok, te meg onnan származol, hogy egész falvakat sújt a járványa ezeknek a nagyon olcsó designer drogoknak, amelyeknek a pusztító hatása egyszerűen fölbecsülhetetlen. Így igaz, de ne csak a designer keményebb herbál és a többi kannabisz származékokat nézzük, hanem a lájtosnak nevezhető drogok, elég bolond ez az elnevezés, de a fű, marihuana, a különböző még mindig élnek, a szippusok serege. Ezek elképesztően elterjedt anyagok, és megjelentek, és ezt én nagyon szomorúan konstatáltam ebbe a kutatásban is, hogy megjelentek az erőn felül, anyagi értelemben erőn felül vállalható szereknek a beszerzése és fogyasztása. Tehát itt a kokaintól elindulhatunk a lehetőleg vadabb szintetikus szerekig. Tehát olyan személyek is élnek ezekkel, akik nem tehetnék meg. Így igaz, és akkor innen egy ugrás az, amit bűnözésnek. Ezek az igazi veszélyforrások, tehát már utaltam az energiaitalokra, az sok szempontból bűnbaknak teszik meg, a kólával, meg a fekete kávéval együtt. Persze túlzásba vive ezek se egészségesek, de az igazi veszélyforrások azok itt vannak, amiket az István említett, és ezek azok, amik aztán felnőtt korban visszavonhatatlan következményekkel járnak. Néhány adatot, hogy próbáljak idézni. Nagyon lényeges, hogyha úgy összességében próbálnánk összehasonlítani ezt a két vizsgálatnak a főbb következtetését. Az egyik ez a bizonyos magyar ifjúságvizsgálat, amely 15-29 éves korcsoportban, a debreceni pedig egy középiskolás populációban zajlott. Nagyon fontos, hogy a 15-29 éves az
mondjuk úgy, hogy normális, vagy normál, ez egy buta kifejezés, de nevezzük így, a másik pedig egy érintett csoportról van szó. Majd, hogy nem, annak ellenére, hogy másként volt a kérdés, másként szerepelt, elég drasztikusan eltérnek az adatok, de az, hogy az energiaital csak spontán említéssel 32% soha nem fogyasztja a nagy mintán, ugyanez a másik mintán 37% soha nem fogyasztja, ez gyakorlatilag majdhogy nem megegyezik. De a második, azaz a érintett körben energiaital, hogy feldobjon. Már a kérdés teljesen más kontextusban fogalmazza meg. Ezzel szemben az előző nagymintás vizsgálatnál itt kizárólag csak az energiaitalnak, mint olyannak a fogyasztásáról van szó. De ha ebben a bizonyos nagymintás magyar ifjúság kutatásnál a kávé fogyasztás, illetve a cukrozott üdítőital fogyasztás drasztikusan magasabb mutatót produkált. Adatokat most nem részleteznék. Egyetlen egy megállapítás még a második vizsgálatra, tehát a érintett vagy veszélyeztetett csoportnál. Az, hogy az energiaital gyógyszerrel vagy gyógyszer nélkül történik a fogyasztása, na itt már sikít. Az eredmény ugyanis az energiaital fogyasztása gyógyszerrel történik, akkor gyakorlatilag elindult az úton. Persze gyógyszerrel az alkoholfogyasztás, vagy a kávéfogyasztás. Igen, nagyon. A gyógyszer az egy érdekes dolog, ugye most elindult ez a divat, hogy ADHD-s diagnózis esetében azt javasolják gyerekeknek, hogy gyógyszert kapjanak. Ezzel nagyon ambivalens vagyok ezzel a javaslattal kapcsolatban. Maga az ADHD egy ilyen figyelem koncentrációs zavar, és ez egyébként arra utal, hogy amikor beszélünk ezekről a lelki zavarokról, ezeknek ugye a diagnózisa meglehetősen bizonytalan, sok szempontból a szavakhoz vannak kötve az egyes diagnózisok, mert mérhetetlenek és kimutathatatlanok, és minél több szavunk van, annál több tünetünk van. És minél több tünetünk van, annál több gyógyszert kell felírni szegény gyerekeknek, és ilyen értelemben véve ez egy olyan bűvös kört vételez előre, ami aztán felnőtt korban megalapozza a tartós altató fogyasztást, vagy idegnyugtató fogyasztást, vagy ki tudja milyen egyéb hatású gyógyszereknek a fogyasztását, és erről általában nem beszélünk. Ez egy láthatatlan jéghegy, aminek csak a csúcsa az, ami időnként egy-egy pszichiátriai intézetben láthatóvá válik, de legalább olyan fontos, mint azok a szokások, amelyekről is már beszélt. Egy kiegészítés még az előzőekhez. Egy bizonyos tekintetben ilyen szociokulturális jellemzők meglepő eredményt mutatnak, de ha belegondolunk, mégsem meglepő, további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy a legalább naponta egyszer fogyasztott energiaitalat legalább egyszer fogyasztottak, az iskolai végzettséget tekintve a középfokúak, akik vezetnek, viszonyítva az alap, illetve a felsőfokúakhoz. A korcsoportokat tekintve ennek megfelelően a 20-24 éveseknél kis tekintetben, de mégiscsak magasabb, és itt elhangzott a településtípus, ez megint csak számomra első pillantása annó, amikor a elemzést csináltam, olyan furának tűnt, de ezen is érdemes elgondolkodni, hogy Budapest és a községek vezetnek. Tehát magasabb az ital, energiaital fogyasztásuk, mint a megyei jogú városoknál, megyeszékhelyeknél, illetve városokban. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy valamilyen tekintetben ez a szűken, illetve tágan értelmezett szociokulturális háttér az determinálná
a fogyasztásnak a várt vagy lineáris megoszlását. Semmi más nem kell csinálni. Borsod megyében el kell menni ott Encs környékén. El kell menni Ózd környékén. El kell menni Miskolci külvárosi kocsmákba. Semmi más nem kell csinálni. Állni egy korsó sörrel a pult mellett, és azok, akik energiaitalt fogyasztanak. De ugyanezeken a helyeken azért lehet találni olyan nagyon jó gyakorlatokat, közösségépítő kezdeményezéseket, amelyek akár pedagógusok, akár egyházak, akár hát ilyen nem kormányzati szervek jóvoltából a középpontban a segítségnyújtást helyezik, de nem azt a fajta segítségnyújtást, amikor én téged akaratad ellenére tulajdonképpen megmentelek a bajtól, hanem bevonlak magába a projektbe, és ezt úgy mondják angolul, hogy empowerment, tehát hogy kvázi létrehozom azt a helyzetet, hogy te magad akart magadat megváltoztatni, és erre akkor van igazán esély, hogyha mást is meg akarsz változtatni. Tehát ez a fajta kollektív önsegítés, ami ezeknek a törekvéseknek a középpontjában áll, azt hiszem, hogy egyike lehetne azoknak a kivezető utaknak, amelyeket mindenképpen meg kell keresnünk, és végig kell járnunk, ahhoz, hogy ne tehetetlenül nézzük ezeket az eseményeket és folyamatokat, amelyekről beszéltünk. Említette azt ugye, hogy a szabadságot előbb elvesztik azok, akik aztán később függőségbe kerülnek, és ugye felmerül a filozófikus kérdés, hogy van egyáltalán szabad ember, mert sokan szokták ilyen viccesen fogalmazni, hogy ő nem alkoholista, de ő kávét iszik, vagy ő cigarettázik, vagy és a többi, tehát ő más szenvedélynek hódol. Egyáltalán lehet-e ilyet megfogalmazni? És a másik érdekes kérdés, legalábbis számomra érdekes kérdés, hogy ugye azt nem mondhatjuk, hogy máskor nem voltak stresszfaktorok, tehát akár a 20. századot nézzük, hát tele van olyan eseménnyel, ami a társadalmakat megviselte, traumatizálta akár. Most elmondhatjuk azt, hogy azért ilyenek ezek a számok, mert itt a stressz találkozik a kínálattal? Tehát van egy könnyebb hozzáférhetőség ezekhez a dolgokhoz, meg egy divat is? Hát biztos ez biztos meghatározza ez a tényező, de én most a stressz faktoroknak a sajátosságát abban látom, hogy jóval megfoghatatlanabb az ok. Ugye nincs háború, és mégis úgy érezzük, hogy háború van. Ugye volt járvány, de nem láttuk a vírust. Nem láttuk a halottakat, csak azt tudtuk, hogy halnak meg. De hát nincsenek empirikus tapasztalataink. Ugye növekszik a hőmérséklet, beszélnek a klímaválságról, de volt, akiben fogalmunk sincs arról, hogy tényleg van-e klímaválság, vagy nincs-e. Tehát nem tudjuk az okokat, nem látjuk át a hátteret, sokkal kevésbé látjuk át, mint hogyha persze korábban is valószínűleg nem látták át az emberek, de akkor volt legalább egy hit, hogy van egy magyarázat. Akkor még az elitnek volt egyfajta hitele a magyarázatban. Most ez a hiteltelenedés, a társadalmi médiának ez a kölcsönösen megőrítő kommunikációs hatása, ez az, ami szerintem ezt a stresszt különlegessé teszi a korábbi stresszekhez képest. De akkor ez egy gerjesztett stressz? Hát gerjedő stressz. Egy példát mondjak, például az öngyilkosságok azok háború idején mindig lementek. Mert az már egy olyan stressz volt, aminek be lehetett lőni a peremfeltételeit, és azt is ki lehetett számítani, hogy hol és mikor érdemes megszabadulni ettől a fenyegetettségtől. Vagy ha nem lehet, akkor az emberek alávetették magukat a végzetnek. De most ez a megfoghatatlansága a külső fenyegetéseknek, ez fordítva, ez megemelte az öngyilkosságoknak az arányát sajnálatos módon. Magyarországon mindig is magas volt, de most ahhoz az örvendetes csökkenéshez képest, ami korábban volt, ez most elkezdett nőni, és épp a fiatalok körében. És a fiatalokra ennyire hat az, hogy a szomszédban háború van, vagy van egy járvány? Igen, szoronganak. Persze ez lehet, hogy maguktól szoronganak, de az is lehet, hogy a szüleiktől, de én leginkább arra gondolok, hogy a társadalmi média következtében egymás szorongását felerősítik. Nemrég volt egy kutatás az egyetemisták körében, és nagyon magas a depressziós egyetemisták aránya, ez jött ki végeredményképpen. Ennek is ez lehet az oka, vagy pedig van egyfajta olyan elvárás a fiatalsággal szemben, hogy ugye most ilyen individualista divat van, és mindenkinek valami nagy egyéniségnek kéne lennie, de esetleg ő nem az, vagy nem tudta még megvalósítani magát, és eleve ez okoz egyfajta stresszt.
Valószínűleg a két tényező összefügg egymással, mert önmagában az, hogy a rendszerváltás következtében lehetővé vált az egyéni mobilitás, lehetővé vált a karrier. Régen a karrier az egy citok szó volt, lehetővé vált a kiemelkedés, ez szerintem nagyon jó. De most ebben a bizonytalan helyzetben, amiről beszéltünk, ezek a karrier álmok, ezek kezdenek szerte foszlani, és valószínűleg ez okozza azt a fajta depressziót, amiről beszél. Ugye szerencsém volt a Hungarosztadinak a tanulmányait lektorálni, és teljes mértékben visszaigazolta azt, hogy nincs elvárás már fiatalokkal szemben, nincs koherens, konzisztens és bizonyos tekintetben adekvát, tehát napjainkhoz adekvát elvárás már a felnőtt társadalom részéről is, illetve a családi és kisebb köröket tekintve. De a korcsoport részéről ettől még lehet elvárás, nem? Hogy legyél menni. A lét az egy dolog, de sokkal fontosabb az, hogy a léten kívül mivel töltjük meg ezt a lét nevű fura valami csodát. Tehát ez hiányzik. Ezt gyönyörűen visszaigazolják a Hungarosztadi kutatások, amelyek minőségi szempontból eléggé releváns vizsgálatnak tarthatjuk. Inkább, hogyha még jobb kifejezést próbálunk keresni, a inkonzisztencia, a koherencia hiány mellett, én átveznék az érték hiányra. Tehát értékeket tekintve nincsenek rendszerbe foglalt, illetve rendszerként lecsapódó és visszaigazolt értékrendszerek, amelyeket elvárunk. És ez nem ráerőszakolt elvárás, hanem a fiatalokra, mint olyanokra, arra a korcsoportnak a sajátosságait figyelembe, arra tekintettel hát igen, pont nekik lenne legnagyobb szükség értékekre. Ugye Kant annak idején azt mondta, hogy két bizonyosság tölti el az ő elméjét. Az egyik a csillagos ég, amelyre a feltekint, a másik meg az erkölcsi világrend, amelyre hát saját magába betekint, akkor ott van. De sajnos ez az erkölcsi világrend, ez ma már eltűnt. A csillagos ég az még fönt van felettünk, ugyanolyan biztonságban, mint ahogy Kant látta. De az erkölcsi világrendnek az általános eltűnése, és ez nem csak magyar, hanem globális értelemben is igaz, ez nyilván fokozottan sújtja az életbe belépő generációkat, mert ha valakinek szüksége lenne a csillagok okozta biztonságra, azok pont ők. És ők most benne vannak egy teljes idegenségbe, egy hátborzongató idegenségbe, ahogy Heidegger mondta, ahol nincs semmi fény, nincs semmi irány. És ez az, ami igazán sújtja őket, független attól, hogy a társamnak a napos vagy a árnyas oldalán élnek. Végezetül még a devianciákról hadd kérdezzem meg azt, hogy ugye mit mond a tudomány, ugye a szakma függőségnek. Ugye beszéltünk itt a drogokról, könnyű, nehéz drogokról, alkoholról, dohányzásról, energiaitalokról, de megjelentek ugye a digitalizáció miatt azok a fajta, nem tudom, hogy függőségnek nevezhető egyáltalán, de akár a mobiltelefonhoz való ragaszkodás, vagy az azzal való kapcsolat, a játékok, a pornográfia, és olyan tartalmak, amelyeket most a fiatalok nagyon könnyen el tudnak érni, és ott van náluk kéznél, ezek lehetnek olyan alternatív világok, amiben ők a stressz elől bemenekülnek. Ezek azok. Demetrovics Zsolt most védte meg az akadémiai székfoglaló előadásában a székfoglaló értekezését, és ott fejti ki ezt az elméletet, hogy valóban ez az új virtuális világ adta lehetőség spektrum, ez egyúttal egy függőség spektrum is. Igen, és abszolút nem lehet diszjunkt módon elkülöníteni mindezt a függőségi halmazt más típusú függőségektől. Tehát ezt mindenképpen komplex módon kell tekinteni, és az én meghatározó élményem ezzel kapcsolatban több is van, de az döbbenetes volt, amikor először láttam egy vagonban, a kalauzon kívül mindenki a telefonját nyomkodta, fiatalok ültek ott.
bármilyen empirikus vizsgálatnál jobban reprezentálta azt, amit reprezentál, és ott tartunk, hogy ezt kénytelen vagyok bevallani, hogy a kollégámhoz hasonlóan az előadások, illetve inkább a szemináriumok előtt egy kosárba gyűjtöm a telefonokat. Mert kénytelen vagyok, ugyanis óhatatlanul dolgoznak rajta, és nem feltétlenül az anyaghoz kapcsolódó területeket járják a végtelen úton, hogyha mondhatjuk ezt. Akkor lezárva a beszélgetésünket, Csepeli Györgytől kérdezném, mit tehet a felnőtt társadalom ezért a fiatalságért, akik most fiatalok, ebben a korban ilyen kihívásokkal néznek szembe, hogyan tudunk segíteni abban, bár még én is ebben a korosztályba tartozok, határán vagyok, hogy a szabadságokat meg tudják őrizni. Igen, hát nyilván ez a műsor egyike ezeknek az eszközöknek, bármilyen, nem tudom, milyen spektrumban érje el a hallgatókat vagy a nézőket. A legfontosabb az, hogy nyilvánvalóan mindenkinek vannak gyerekei, mindenkinek vannak unokái, illetve hát nem mindenkinek, de majdnem mindenkinek, és ez az a szintér, ahol igazán érdemes a befolyást keresni. A nagy intézményes nekilendülések, a sok milliárdos különfajta köznevelési programok, azok szerintem csak pénztorrást eredményeznek. És ezeket a pénzeket, amik ugye a szórás kategóriába sorolhatók, olyan területekre felhasználni, ha lehet, amelyeknek tényleges hatása van arra a mikroközegre, amit az előbb beszéltünk róla, illetve amire tanár úr utalt. Most ez a feladat nagyon nehéz. De egyébként a digitális technológiát azért nem kell démonizálni, épp a Ránc József professzor hozott létre egy olyan digitális eszközt, amely droghasználókat tulajdonképpen inspirál arra, hogy szokjanak le. Ez jó példája annak, hogy eszközök vannak, ki kell találni gyakorlatilag. Én, ami miatt kifejezetten mérges vagyok, az ilyen típusú megoldási patternök, ilyen típusú lehetséges politikák tekintetében, hogy nem nagyon hallom, nem nagyon találkozom azzal, hogy van határon kívüli lehetőség is. Tehát itt és itt, ilyen és ilyen, jó vagy rossz, de mindenképpen ezt a bizonyos nagy pénz, kiskör, hova folyik, és így tovább kérdésekre választ kapnánk. És ezért szakpolitikák, ezért nagyon sok minden felelős, de azt a családi, azt a rokoni, azt a szűkebb közeget bármilyen számla nem oldja meg, hogy az úgy működjön, de elősegítheti. Nagyon nehéz ennek a megoldása. De amire utalt tanár úr, a Rácz metodika, amit a Demetrovicsék csinálnak, amit és lehetne tovább sorolni. Ezek megoldás típusok lehetnek, mintát mutathatnak, és hát még van egy jó pár ilyen típusú kezdeményezés. Na most ehhez kell pénz. Ehhez kétségtelenül kell pénz. És én bízom, de hát ez csak a bizalom, vagy a bizodalom, hogy ebben a tekintetben lesz majd valami változás. Bár az lenne, hogy mondjuk valamelyik napon hallgattam azt a dalt, hogy csak 10 év múlva ne ez a dal legyen. Gondolom sokan ismerik. Tehát kívánjuk, hogy ahova kell, oda legyen megfelelő összeg és pénz, viszont akkor, amit mi tehetünk, az az, hogy szeretjük a gyermekeinket, az unokáinkat, és megpróbálunk akár még a barátainkra is odafigyelni. Ez a legtöbb, és a szeretet ráadásul nem is kerül pénzbe. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeink voltak. Csepeli György szociálpszichológus és Murányi István szociológus, a Debreceni Egyetem tanára voltak a vendégeink. Köszönjük szépen!
Viszontlátásra. Viszlát, minden jó.